Teljesen összetört annak a román mikrobusznak az oldala, amelyik ma reggel karambolozott egy kamionnal a négyes főúton, Ceglét határában. A főváros felé haladt a mikrobusz, amikor feltehetően egy szabálytalan előzés után a szemből érkező tejet szállító kamion pótkocsijának ütközött. Velem szembe ö, egy román kisbusz egy másik kamiont elkezdett előzni, és én próbáltam jobbra a morvásra menekülni előle, és ő is arra menekült. Visszahúztam a kormányt a saját sávomba, és a pótkocsinak a, a, a jobb eleje, a, tehát beleakadta az ő jobb elejébe, és a, az egész jobb elejét tehát azt végig. Nagy Miklós szerint elkerülhető lett volna a baleset, ha nem megy le a mikrobusz is a murvásba, csak a kamion. Amikor megtörtént a karambol, a sofőr rögtön értesítette a mentőket és a rendőrséget, majd kiugrott a kocsiból, és oda rohant a kis buszhoz. Próbált segíteni az elől ülő fiatalon, de hiába. A 16 éves lánya karambolban életét vesztette. A kisbuszban a sofőrön kívül 15-en utaztak, 4 felnőtt és 11 gyermek. A gyerekek közül egy 16 éves lány sajnos olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, és egy 16 éves fiú is megsérült a balesetben. Információink szerint a fiatal lány portugál származású volt. A baleset miatt teljesen lezárták a négyes főút ezen szakaszát.